Sziasztok srácok, Zsozé vagyok, és ez itt a The Forest című játékunk következő epizódja. Amint látjátok, titkos projektbe kezdtem, gyerekek. Összekloffoltam egy ilyen kerítés cuccot. Ennyi maradt ki a videóból. Csak kipróbáltam, hogy hogyan és miként néz ki. Szóval vágjunk is bele a mostani kalandozásba, gyerekek. Mi a feladat? Hát én arra gondoltam egyébként, hogy ilyen kerítés fogunk körbeépíteni. Csak állandóan egyébként akárhányszor ide jövök, vagy elkezdek nyomulni, veretni a gémet nagyba, Dasis nagyba, akkor a pacalarcú fokhagyma seggűek egyszerűen ide jönnek és elkezdenek amperkodni, gyerekek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most nem is építem egyből meg, mivel ha nincs kész valami, akkor eltűnik, ha félig belerakod a fát akár. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most bizony összegyűjtem egy ilyen retezve a fát. Nagyon megható, tudom. Kérdés, hogy mennyit lehet belerakni egy ilyen nokedliba. Mert egyébként a totemet meggyújtottam, azt is kipróbáltam. Le se szarják magasról, körülbelül ide jönnek, azt itt vergődnek, mint partra vetett hal gyerekek. Még 85 ezer csapdát kéne csinálnunk, hogy valamennyit visszafogjunk belőle, de nem vicc egyébként. Videón kívül gyerekek, ide jöttek 20-an. Azt néztek, mint borjú. Vagy mint hal a szatyorba. Na, lecsapkodjuk a rönkjeinket. Kérdés, hogy erre tudunk-e még rakni. És tudunk. Oh, ez nice. Mennyit tudunk itt púpozni? Na most azon gondolkodtam, hogy be kéne fognunk pár nyulat. Nem tudom, hogy valaki tudja-e, hogy hogyan kell. Ha aki esetleg tudja. Aha, már nem lehet. Az veressen már egy ilyen kommentet, hogy hogyan retekbe kell befognunk a nyulakat. A mérgező bogyó, csiperke. Na, gyerekek, amit most kell építenünk, az nem más, mint körítés. Arra is gondoltam egyébként, hogy egy ilyen 4x4-es hálat összecsapatok. Illetve egy blokkost, ha ilyen Minecraft-szerűen fogalmaznánk, akkor ezt tudnánk mondani, de inkább nem, akkor jó ez így. Lecsapatjuk. És sajnos minden egyes ilyen akció után, gyerekek, mentenünk fog kelleni. Bármi fájdalom. Megint kicsapkodunk. Ugye az éjséggel ügyileg sem vagyunk olyan jól elhelyezkedve. Állandóan beültetem ezt a kertet, de egyszerűen eltűnik, amikor betöltésről van szó, gyerekek. De azért itt kell lennie a muskátlinak. Óvatosabban csapatom itt a bozótba, gyerekek, mert kihesszelnek ezek az árulók. Ezt vissza is viszem, ezt az egy darabot, elültetjük. Baszta. Milyen lenyűgöző kerítésünk van. Na, elültettük, vagy most mi van? Hát ez jó. Nem volt ott az a kis embléma, vagy jelzés, hogy ide ültes kis köcsög, nyom meg az E-t. Most eltűnt. Próbálok óvatos lenni, mert ha egyszer meglátnak, bazd, akkor tényleg ide jönnek, azt bántalmazás lesz a vége. Ez nem tudom milyen csalán. Lehet, hogy valami, tényleg valami csalán, azt véletlenül ezzel töröljük ki a púzott gyerekek. Már vonyítanak valahol amúgy. Ott vannak. De bazd! Mentek egyet, gyerekek. Az a kerítés ér annyit, hogy mentsek egyet. Uram, bocsá. Oltsuk már el, ja nem bírjuk. Na most ezek ide jönnek a totemre, gyerekek,
Berívok. Egyszerűen nincs opció a játékban, hogy felépíts valamit. Vagy csak baszott szar helyre építettem a cuccot. Pedig hogy eltelt? Ne, ne! Baszd meg. Begyújtotta a tüzet. Egyébként valaki azt mondja, hogy félnek a tűztől, valaki meg azt, hogy vonza őket. Hát most mondd meg. Őszintén. Hú, összeszarosztok magunkat. Ott bóklásznak. Hát addig kloffolom ezt a fát. Reméljük, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. Gyerekek. És nem jönnek ide tényleg a totem miatt. Nem a fasz nem jönnek ide. Figyeld, hesszelik a totemet. Hát most mi van ezekkel? Most itt fognak bámészkodni. Igen, minden esetben ez történik egyébként, gyerekek. Az mit csinál? Anyád az ordít? Hát ez nagyon cucc. Hát mintha a farkát húznák, öcsém. Vonyít rendesen. X-faktorba a helye, gyerekek. Észrevett. Hát az anyámat megugrom. A faszt képzeltek magatokról. Ez az rohadt szemét ribanc. Ebből még egy totem lesz, gyerekek, ha sikerrel járul. Azaz. Ismét kezdődik a tűz körüli tánc. Az meg. Azt a sprinter Józsi! Gyere ide, te csillárfejű! Nézd meg, bele vannak bugolva a sziklába. Ilyenkor kéne a magyar gárda, gyerekek. Hol van ilyenkor a gárda? Agy! A kertem... Az tabu, gyerekek. Te aljadék! Ez az égi, rohadjál meg! Hát öcsém! Istenem, azt se tudom, hova ütök már. Pusztuljatok. Na legyen még egy szabad percem, olyan totemet csinálok, beszartok. Ti hülye bunkók. Gyerekek, van ez a hardcore totem. Csak addig meg ne pofozzanak, amíg megtalálom. Ez az. Kell még egy csomó gai hozzá. Gyere te szemét! Ezt a fát azért leadom az aciba. Ott egy csapdába esett szörnyeteg. Hát bazd meg, mindegy, keresünk gajakat addig, gyerekek. Aj, nem már, hol vagy?
Azt a mekkorát ugrasz, hát neked az olimpián a helyed, öcsém. A kis spagetti butykosoddal együtt. Nincs ez még lezongorázva, te is égi haver. Hát, ha jobb belátásra bírod ezeket a gyíkokat. Hát de most nézzétek meg, ott ég a totem, azt hello. Ennyi. Nyugi, koma, nyugi. Annyi energiája nincs a csóri karakterünknek. Itt egy veréb. Nincs is nálunk semmi. Szarból vagyunk most elő teljesen. Azt most ilyenkor nézünk, mint izé, borjú gyerekek. Mint Rozi a moziba. Hát pusztulj! Pusztulj! Hihetetlen, öcsém. Azok a burgnyakok meg ott lógnak, mint a izé sonka. Föl vannak lógatva. Rohadjanak meg. Ha mentek egy-egy gyerekek. Isten engem úgy segéljen. Na. Hát egyáltalán tud mented így, bár nem hiszem. De legalább elmentek, úgy látszik. Ja, nem mentek el. Hogy de? Eszetek egy láda. Kezek, lábak, szana szét. Hova lettek? Jó sok gajat összeszedünk. Na nézzük, mi kell oda nekünk. Hú, nagyon lassan mozog a karakterünk, csóri. Le van zsibbadva, még kell két bot. Nem az már meg, hát nem tudom elhinni, gyerekek. Gyújtsd már be azt a szartot, ebet. Mondjuk szerintem pont leszarják a totemet. Legalábbis eddig nekem nagyon úgy tűnt. És az a baj, hogy karakterünk nagyon le van zsibbadva. Egy láb meg hét fej, öcsém. Meglépett, ismét viszi az orsót a hatalmas fogás. Basszod neki egyet, ez az. Azt a fejet kérjük. Azt a fejet is. A gyerekek, gurulnak a fejek. Nehogy meghaj, nehogy meghaj. Léci, léci, bírt ki. Szarba van, nagyon a karakterünk. Négy darab kő kell még. Az a gáz egyébként, hogy tényleg nem nagyon tudok mozogni, és nem tudom, mikor lő meg ez a retek. Hogy itt tudjunk. Itt tudjunk nyomulni. Itt még van két test, ami kelleni fog nekünk. Egy gyönyörű szobor megalkotásához. Öt fej és egy láb. Ez a receptje ennek a totemnek. Azt hittem, itt egy nyúl. Már kezdtem örülni. De ez csak kósza álom. Csupán. Gyerekek. Leadjuk az asztalos műhelybe a cuccot. És átmegyünk hentesbe. De miért? Most meg fogok halni. Na de most bazzeg, mondjátok meg, na! What? What is trambulin testű? Fokhagymaseg. Öcsém. Again load. Azért egy kicsit ez bosszantó, gyerekek.
Az be kell vallanom. A picsába. Na, töltsé már, pityu. Mert így aztán nem leszünk hóba. Gyerekek, a Titanic című nótát idéztem föl, hogy nosztalgia és szeretet lepje el a szíveteket. Igen, eltűnt az a kurva totem, meg minden eltűnt. Meg a növényeim, bazd meg. Hát, na, ilyenkor, ez komolyan. Ez felháborító. Most a fa is eltűnt a reteszből, lerugok valakit, és el. És eltűnt. A jegesmedve vacogós állkapcsával masszírozza meg a tojását. Annak, aki nem írta meg rendesen a scriptet, gyerekek. Nem is tudom, hogyan kéne folytatnunk, egyszerűen tényleg nem tudom. Mert így lépésről lépésre tudjuk megépíteni ezeket a szarokat. Hát egy ilyen házba belekezdeni például, ez rendesen esélytelen, hivatalosan is esélytelennek nyilvánítandó. Toxikus kutyaszar. Csak a fal maradt, ami minket megóvhat, srácok. Azt mondom, hogy azt fogjuk csinálni, hogy falat építünk. Falat emelek köztem és a bantuk között. Hát most itt szerintem itt lazán bejönnek. Tehát... What is... Nokedli. Nem úgy, így. Hát, érdekes lesz. Mint egy... kutyaszar. Egy szárított. Na mindegy, kikloffoljuk ezt a buzifát innen. Gyerekek, elkeserítő ez. Komolyan mondom, ez, hogy eltűnik még a növényzet is, amit elültetek. Hát komolyan mondom. Befonom a hajam. Mentel. Mindegy, a kerítés projekt. Folytatódik, tehát arsz fogjuk erőltetni. Mit csinál ez? Meggyújtja a semmit. Mindjárt felháborodok. Na még egy. Ebből csak izé galjak jönnek szerintem, de nézzük. Hátha. De egyébként ugyanannyi ideig kell vágni, mint a nagy fát. Nyessed! Hát ez így maradt. Ja nem. És pálcás Józsi lett belőle. A sok nevelő pálcát kidobta. Hát itt bármit csinálunk, addigra itt izé lesz amúgy. Egy nagy rét. Ha egyszer eljutunk odáig, gyerekek. Mi ez az irgalmatlanul nagy lagni volt? Ne csináld ezt velem, Józsi. Zöld el a rét, gyerekek. Ilyen romantikus a hangulat. Háttalálok a fának, és még beleütött egyet. Hát ez Chuck Norris ivadéka. Komolyan mondom. Most rám dől a fa majdnem. Ugrattunk egyet. Ne a tüzet, bazd meg, jó Istenem. Hol van? Ez az. Nem. És elkészült a harmadik része is a falnak. Itt még kell lennie, ez az. Negyedik epizód, a falépítés. Bár zabálni nem tud a karakter. De... nem baj.
Közben próbálom nézni a susnyást, hogy nincs ott egy busman. Egyébként, ha kiraknánk egy kiszel tünde naptárat a... izére. Gyerekek, a kerítésre. Akkor tuti nem jönnének a busmanok. Szöcske lábú. Hol van? Hát hova lett az a kurva fa? Besírom, gyerekek, komolyan. Ellopták. Ellopták azt a fát, amit mi is loptunk, de akkor is. Hová tart ez a világ? Gyerekek. Na mindegy, csapkodjunk egy másikat. Egyre messzebbre kell menni, egyre félelmetesebb. Távol az otthontól. Ott van, öcsém. Véletlenül se irányba dőjé. Az Isten áldjon meg téged két szarval. Ó, gyerekek, hát ez... Das ist fal. Ide hordjuk azokat is. Lélegezz mélyeket. Ezt az egy falat összeszögeljük, azt mentünk egyet. Gyerekek. A mondó vagyok. Mennyi kell még neked? Három darab. Legyen ez a szerencsés kiválasztott. Hát ez a totem, ez nem tudom, gyerekek, ez nem üzemel jelenleg, tehát üzemen kívül. Oh, thanks. Thanks for knocking. Na még egyet. Ott világítottak? Csillárfejű Jóska volt? Azt hittem. Hál' Istennek nem. Dobunk egy szévet, gyerekek. Hát tuti jönni fognak megint amperkodni. Mert méne jönnének. Este van. Ott is jön. De azok ezek... Nem tudom elhívni. Komolyan. Mintha a finkszagra jönnének a legyek, öcsém. Oda néz. Hát itt meg... De nem láthatsz meg, hát fal mögött vagyok, baszulj. Hello! Mi újság? Afraja falván, ez az menj bele a tűzbe, te rohadt szemétláda! Kezdődik az esti program. Itt, nézd meg! Gyújtsuk be azért a dolgokat. Hát a kifejti hatását. Bár kétlem. Vagy de? Nézem közben a csapdát, hogy lóg-e valaki. Valahol. Ott a kémlelő nyílás, de nem lóg.
Gyerekek, nem lóg. Álcázom magam. Én vagyok a predátor. Öcsém. Megnézem, mi van ezekkel. Ilyenkor küldenek egy SMS-t, hogy hé, itt van a koma. De hogy? De baszik, hogy jössz be te ide a kurva Isten? Hát nem szégyeled magad? Ennyi év után, szaró húgyod. Fő vagy nevelkedve, azt miért nem gyulladsz meg? Jó, egyszer. Olyan buzogány kéne nekem is amúgy. Nagyon dizájnos. Öcsém! Te aljas gazember vagy. Gyerekek! Az mi? Hát szerintem az ez. Láttátok, gyerekek? Nem volt sunája. Elkopott. Sok barlang kufirctól. De bazen... Állj le! Hát gyerekek, ennyit a hülye totemetekről. Most miért nem működik? Nem lehet folytatni a gyönyörű kerítésünket. Ban. Ban scripter. Öcsém! Hát most rendesen lefostam a bokámat. Így hirtelen így rápillantok. Ez az. Te. Pacalarcú állat. Na mi van mi? Kinek kell egy lángos? Gyerekek, hajnalódik. Ja nem, nem hajnalódik, azt hittem. Meg akartam nézni a csapdát, de egyszerűen nem tudok kimenni. Mert letámadnak. Ezek a vadállatok. Mint ha keresnének valamit, gyerekek, elhagytátok az 1005-ös Lada slusz kulcsát. Nézzek, így nézik a földet, azt keresgélnek. Hát tényleg úgy néz ki. Hát az a véleményem, gyerekek, hogy ez a totem, ez egy fostalicska. Nem üzemel most jelenleg. De ne lássál már, hát nézd már meg. Erre gyújtok neked egy gyertyát. Boldog szülinapot, fújd el, kívánj egyet. Szedjém egyet. Megpróbálok ledőlni egy szúnyókára. Hogy akkor mi van? Eltűnnek-e a komák? Persze, majd holnap. Szarba vagyunk. Hú, de lassan üt a karing, gyerekek. Nagyon ki van a lelked csúrinak. Gyújts egyet. Hát oké, most elszaladt. De... Ne! Hát égjél, ne engem üssé.
Röpködnek a lábak. Besírok komolyan. És megint földob, azt hittem. Jó, itt a paraszlengős megoldás. Hardcore cucc kell nekünk. Ez bizony. Kézből az mind meg volt, gyerekek, megint elkezdjük építeni. De most működött a totem, vagy nem? Lehet, hogy inkább vagy nem. És pont észrevett, mikor ledőltem. Hát ezt megint nem fogja elmenteni. Öcsém. Nincs nálunk falevél. Úgyhogy elég nagy szarba vagyunk. Nem tudjuk spanolni a tüzet. Gyerekek. Ne! Öcsém! Vannak ezek a hardcore bosszok, akiket leszarják a tulajdonképpen a totemet. De azért megpróbáljuk legyőzni. Az a hang. És most eltűntek az alkatrészek. Öcsém, pedig egy... kellett volna pont egy ilyen ladafél-tengely. Menjünk oda, nézzük meg, hogy mi hiányzik még nekünk innen. 8 fej, jó Isten! És csak egy jó láb van nálunk. Kéz. Itt még van egy. Ott is van egy. Hát nem hiszem, hogy meg lesz a 8 fej, de azért egy jelentősebb előrehaladás fog történni most. Megmelegszünk. Nem? Lehet, hogy aztán mégsem melegszünk meg, mert szarik rá. Ez a szétrepülés, öcsém. What? Gyerekek, hát valaki kilőtt minket egy ágyúból, vagy nem tudom, mi történt. Megnézzük, mi maradt a romokból. Nos, hát srácok, ez maradt. Nem maradt meg a totemünk. Mindjárt berívok. Na de a kerítés legalább megvan. Ez a rész kicsit hosszabb lett, fiúk, mert igazából nem néztem az órára. Úgyhogy megyek és bánatmat befolytom egy bögre kólába. Tchú, micsoda rímek. Na de ugyaninnen folytatjuk, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot és ilyenek. Esetleg osszátok meg, ez nagyon fontos, hogyha úgy látjátok, illetve ilyenek. Csúváz!